Mit csinál a kik Ukrajnával, és miért? Ez a Putyin békét nem hagy neki. Nem hagy akarni kicsinálni a Ukrajnát. Pedig a kenyeret az Ukrajna az ő szájából nem vette ki. Ha háború lesz, nem tervezünk visszamenni, mert nekünk kisgyerekek vannak, 8 hónapos gyerekek, és nem tervezünk visszamenni. Vonattal jött, minden meg volt szervezve, köszönöm szépen neki. Ide hoztak a gyerekekkel, nem kint voltunk a hitekben. Bár is enni adtak, minden jó. Sokat segít nekünk most a elhelyezésben a református szeretetszolgálat, a baptista szeretetszolgálat is megjelent itt. Ők Budapesten tudják őket elhelyezni. Tehát itt a művődési házban nem tudunk hosszú távra berendezkedni, tehát most mi igazán egy ilyen átmeneti befogadó helyként viselkedünk. Innét van egy kis idejük arra, hogy megpihenjenek, és eldönthetik, hogy merre akarnak tovább menni. Tegnap hallottunk, hogy már kezdik a háborút, meg ez, de hogy ez igazán, mert már volt olyan, hogy beszéltek meg a háborúról. Tegnap előttem azt mondtam, hogy ez nem lesz nekünk probléma. Tegnap már azt láttuk, hogy ez néhány hetes probléma lesz, mivel hogy bevezették a hadkötelezettséget, ezért egyre kevesebb, vagyis már sokkal kevesebb ember tud átjönni. Tehát én nem látom most ezt előre, nem tudom megmondani, hogy mi várható. Menteni nem tudtunk semmi, csak amit összeérkeztünk kapni, egy kis gyógyszert a gyerekeknek, hogy én is itt vagyok két unokával. A lányom beteg, ő is cukorbeteg. Hát hoztunk egy pár ruhát a gyerekeknek is. Párat, még az útleveleket is, kész, semmit. Senkinek nem is akarom így által, hogy lássa ezt a dolgokat. Voltak, nyitva voltak még? Nyitva voltak, de üresek voltak. 8 hónapos unokám van, de nem tudtunk menni neki. Mondták, hogy nem lesz mit tenni, voltok zárva lesz, mind megrohonták, és üres voltak a polcok. Fia az én kis testvéremnek a fia, ott maradott otthon. Pint nem volt, hogy elgyőjön, és most nem tudunk, hogy hozzunk őt, azt is átélettem. Mert máma csengetett, azt mondta, hogy pénze nincs. A fiúkat toborozolják katonának 18 évtől 60 évig, ebben mi nem vagyunk hibásak. És aki tudott, az megmentette a gyerekeit, hogy ebben a háborúban részt ne vegyenek. Engem átengedtek a gyerekekkel és a férjemet. Járnak a házukba. De kik járnak? Szedik össze a katonák? Igen. Járnak a házukba, mindent is szedik az emberek. Megálltak a... Ott is a fiúknak azt mondták, hogy tessék lenni katonának. Igen, a főtéren vagy hol? Ahol fogták, ahol fogják, hogy lássák, hogy ilyen fiatal fiúk is kiviszik katonának. És mind filmek. Nem akarnak háborúzni. Most egyelőre egy ismerősünknél vagyunk. Hát mit tudjunk mondani? Ez nem a mi háborunk, ez az igazság. Ez nem a szegény emberek háborúja. Igen. Hát nincs hova mennünk. Aha, igen. Nekünk csak ide jöhetünk. Aha. Már sehol nem mehetünk, mindenütt a háború. Ott nincs hova bújni se. Igen. Ott Cserbe semmi olyasmi nincs, hogy az emberek a gyerekekkel valahol bújnak el. Valamilyen fajta segítséget az információn kívül kaptak a hatóságoktól? Egyelőre nem volt szükség rá, mert ez még azért az ilyen 100 fős létszámnak az ellátása az önkormányzati keretein belül megoldható. De ha szükségünk van rá, akkor természetesen kapunk segítséget. Igen. Ha ágyakra van szükségünk, akkor a katasztrófavédelemnek biztosít ágyakat, ha ellátásra van szükség, akkor ezzel azt is a katasztrófavédelemnek kell biztosítani. A Vöröskereszttől kapunk ellátmányt, ami most már meg is történt, mert nem volt elég takarunk. A Vöröskereszttől megkaptuk a takarókat, ő szintén hozott hideg élelmet. De az a szerencse, hogy a város egész jól összefogott, és megkaptuk azokat a segítséget, amit itt helyben azonnal tudtunk reagálni. Nagyon szépen köszönjük Magyarországnak, hogy befogadott minket, és hogy segítnek elsőbe is mindenkinek, aki hozzájárul ehhez a segítséghez. Nagyon szépen köszönjük, hálások vagyunk egy életen át.